Hello, hello, sziasztok! Üdvözleteket újra a csatornámon, én Timi vagyok, és boldog új évet szeretnék kívánni. Remélem, hogy 2023-as évben is együtt leszünk, ugyanilyen kis aktívak, mint a tavalyi évben. Az új feliratkozókat szeretném így különösen is köszönteni. Remélem, hogy tetszik, amit láttok. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a kis csengőt, hogy kapjatok értesítést minden videóról, amit fel fogok tölteni a csatornára. 2023-as évet sem kezdem másképp, mint egy elfogytak videóval. Ez, tudjátok, nálunk minden hónapban megszokott. Viszont ez a videó a decemberi elfogytak lesz, nem a januári. Múlt hónapban fogytak el, de most jutottam el oda, hogy megmutassam nektek. Úgyhogy, ha érdekel, akkor ne menjetek sehová, vegyetek magatok mellé egy kis bögre kávét vagy teát, mert csacsogós videó következik. Legelsőnek 3 doboz teja. Ezt a Mikulástól kaptuk, egy ilyen kis gyerek teja, gyümölcs ízben. Erik nagyon szerette, nagyon finom íze volt, ezt még én is ittam belőle, hogy képzeljétek el, pedig tudjátok, hogy én a gyümölcs tejákat nem szoktam inni. Elfogyott még egy kamilla. És van még itt egy citrusos, 40%-os citrusos teja, ez a Lord Nelson-tól. Ajánlották egy időben ezeket a Lord Nelson-os tejákat, de ezt a fajtát, hogy olcsó és finom, nekem nem jött be. Ez már több dobozt elhasználtam, mire el tudom nektek mondani azt, hogy nekem nem. Olyan mű íze van, szerintem. Egynek elmegy. Férjem simán megissza, szerintem, ha azon múlik. Én nem. Nekem ez valahogy nem jön át úgy. Nem rossz, de nem is egy jó teja. 2 doboz vitamin, az egyik egy multivitamin, A-tól Z-ig. Több vitamint tartom, ez egy ilyen vitaminkomplex. Egy tablettát kellett belőle naponta bevenni. És van még itt egy skin hair, azaz egy haj és egy körömvitamin. Mind a kettőt elhasználtam, mind a kettő 60 darabos vegán termék, egyet kellett bevenni naponta. Nem volt egy rossz termék, viszont nem olyan hatásos, mint például a DM saját márkás vitaminjai, a Mivoliszos. Én a Mivoliszos nagyon szeretem, nincs olyan hatásos, mint a Jim Beam-es, vagy a... Mit mondjak még nektek? Mit szoktam még venni? Jutavites, nem jutavites. Itt megírom, ha eszembe jut. Ugyanolyan, mint a Jim Beam. Hát, így elhasználtam őket, nem hiszem, hogy újra fogom vásárolni, mert azért mondom, nem voltam teljes mértékben velük megelégedve, viszont nem voltak rosszak. Még, el is felejtettem mutatni, mostan ebben a hónapban ilyenek lettek a kis körmeim. Ilyen baby boomeres, két kis hópehelyel, szerintem nagyon szépek. Szappan van 2 is, van egy ilyen olívaolajos szappan, E-vitaminnal, ebből még egy fent van a fenti fürdőszobában, mert az még nem fogyott el. Utána volt már töltve, nem tudom, hogyha ti látjátok, hogy ilyen rózsaszínes a kis palack alja. Utána volt már töltve más illatos szappannal, úgyhogy ez jó pár hónapig szolgált minket a lenti kézmosónál a konyhába. Ez viszont fent fogyott el, egy ilyen liquid soup with apple and cinnamon, almás, fahéjas illatban. Egy ugyanilyen viszont most a lenti kézmosónál van, úgyhogy
azt most használjuk. Lent egy ilyen, fent egy olyan, össze-vissza, de ezeket így használjuk, mikor, milyen, hol. Az a karácsonyos tömör, karácsony illat Lidlben lehet kapni minden évben, nagyon szeretem. Elhasználtam egy Flora Septet, de már jön az utánpótlás, mert már leadtam a DM rendelést a tegnap előtt este, vasárnap. Ma kedd, ha remélem holnap utánra ideér, mert pelus az nagy-nagy szükségem van rá. Flora Septet, megmondom, mire használom, csak is felmosáshoz. Ide lehet a földszinten a csemperészt, csak a Flora Septtel szoktam felmosni. Nem tudom, szerintem hatékonyabb, mint egy Ajax, vagy mint egy padlótisztító. Mivel csempe, bejárunk itten cipővel. Anya, igen? Nem jó a dízelcsok. A telje nem jó? Teszek mindjárt még bele mézet akkor. Nem járunk be cipővel, de a biztonság kedvéért mindig fertőtlenítővel mosom fel az étkezőt, a konyhát és a lenti vécét. Öblítőnél elhasználtam 3-at is. 2 aranyszoflánt vanília orchidea illatban. Nagyon-nagyon jó illatuk volt. Nagyon szerettem, nagyon tartós volt, finom volt, érződött jól a ruhákon, bocsánat. Nekem bejött az illata, és ez szenzitívet, amíg nem gondoltam, hogy ilyen jó illata lesz. Ez meg egy mandula és tej illattal. Ahhoz képest, hogy szenzitív, nagyon finom volt az illata, nagyon erős volt az illata, és nagyon jól bejárta a házat. Németből hozza a férjem, teljesen meg vagyok velük elégedve. Szerintem egy jó termék. Van még itt egy nagy doboz szomat, XXL-es változatban. 80 darab tabletta volt benne, 3500-ért vettem a Lidl DM-ben, bocsánat, a DM-ben 3500 forintért. Nagyon jó volt, most vettem először ezt a fajtát ebbe az új mosogatógépünkbe, amiben nincsen gél változat, viszont nagyon jó volt. Most is ugyanezt a változatot vettem meg, viszont most egy finish kapszulát fogok használni. Árban nagyon jól fogtam ki, 90 darab van benne, még van valami öblítő, illatosító, nem tudom mi hozzácsatolva a dobozhoz, de majd meglátjátok a DM-es videóban. Ebből még van még 8 vagy 9 kapszula, ami pont erre 2-3-4-5 napra, többre is, mert ugye csak 2-3-an vagyunk, én nem nagyon sok mindent teszek, Lacika még annyit se, úgyhogy elég lesz egy jó darabig. Viszont azt szeretném mondani még, hogy először használtam ezt a kapszulát, soha, de soha nem jártam úgy vele, hogy ne szívta volna be a gép, és ott maradjon a gépben a kapszula, úgyhogy nekem ez egy nagy piros pont. Tisztítószer, még egy ilyen univerzális törlőkendő, 50 darab van benne, orchidea és rizstej illatban. Tudjátok, nem ragozom mindent is, ezzel szoktam törölgetni, én nagyon szeretem. Popsi törlőknél, Sleepy popsi törlő. Most ez van, itthon ebből vásároltam fel, nem sokáig, mert szerintem még vagy 3 csomag van itthon. Volni, bemézeztük a teját. Szóval, ez volt itthon, most ezeket használtuk, még van 2 bontatlan csomag, meg 2 használatban. Ha elfogynak, mást fogunk venni, mikor mit veszünk, mikor mi van jobb árban. Popsi krémnél, Lacikánál tudjátok, hogy a szudokrémet vásároltam meg terhesség alatt, viszont nem volt egy nagyon jó krém, Lacusnak nem volt elég zsíros. Így ezt a Baby Dream-eset vettem meg, egy ilyen pelenka kiütéses, 800 forintos popsi krém, 799 plusz még ebből lejöttek a
mini manós, meg ilyen manós utalványok, kedvezmények. Egy nagyon zsíros krém, teljesen így elhasználtuk, nagyon jó volt. Most ugyanezt vettem meg a DM-ből, mert most a DM-ben voltam. Először azt hittük, hogy nem jó, közben véletlenül annyi, hogy lupillus pelenkát adott a gyerekre rá, amit elfelejtettünk, ugye az attól egy kicsit csúnya a bőre. Most a DMS változatát használjuk, 800 forint, nagyon zsíros, nagyon jó, neki jót tesz, míg a 5000 forintos szudokrémtől még felhólyagosodik a drágának az egész bőre. Elhasználtam ezt a... aktív szenes fogkrémet a Colgate-től, Colgate Total. Nagyon jó volt, nagyon szeretem, tudjátok, hogy a kedvenc fogkrémem. Van itt egy sampon, egy iszonás sampon, amik argán olajos, nagyon-nagyon-nagyon jó illata van. Ennek most használom a hajolaját, nagyon kevés kell belőle, és nagyon jó. Megvásároltam most két ilyen tubusos verziós sampont, egyet a Rossmannban és egyet a Müllerben. Nagyon bánom, mert egyet talán nem jött be. Olyan csavarni kell, nyomogatni kell, ez nagyon erős, vágja a kezem, nem folyik ki belőle úgy, ahogy kéne, és az egész zuhanyzó tiszta sampon, mert ki kell nyerni belőle, nagyon nehéz kiszedni belőle a terméket. Hajbalzsamnak ez sauma nagyon jó volt, 7 gyógynövényes, bocsánat, 250 ml-es, és lássuk, ha valamit meg tudunk róla pluszba. Hét organikus gyógynövény kivonattal frissességet és természetes dúságot ad a hajnak. Vidd fel nedves hajra, rövid ideig hagyd hatni, majd öblíts ki, újra használható flakon és kupa. Nagyon jó volt. Én nagyon szerettem. Most is néztem, hogy újra vegyem, viszont azt mondtam, hogy most próbálok valami más, mert ennek is a csomagolásával nem vagyok megelégedve. Jó a termék, a csomagolása nagyon rossz, és emiatt én nem szeretném újra vásárolni, mert egy kínzás, mire kiszedem belőle a terméket, főleg mikor van egy kicsit még hiányos, és kell vegyek belőle, de már zsíros a kezem a samponttól, meg a balzsamtól, akkor kellemetlen kiszedni, de a termék maga jó. A férjem elhasznált egy-kettő az egyben tusfürdőt a vegán? A bevolától, még maradt itt az aljába egy kicsi, lehet, ha így felforítjuk, ki fog majd jönni belőle. Ez, ami az oldalaim maradt. Igen, egy vegán termék, 300 ml, Kaufland saját márkás, azaz 65 cent, 200 forint sincs, azaz két lej 50 bani Romániában, jó termék, olcsó, ki kell próbálni. Én elhasználtam egy intim mosót a Niveától, ez volt azt hiszem az első Niveás intim mosakodóm, ezt a szenzitívet vásároltam, nagyon jó volt az illata, nem volt az a erős, kellemes, nem hagyott csípős érzetet, hűsített, én nekem bevált, és szerintem újra fogom vásárolni, és azt hiszem, hogy a Nivea intim mosakodóknál meg fogok állni. De tudjátok, milyen vagyok, nem biztos, mert szeretek tesztelgetni, próbálgatni. Én elhasználtam egy Dove tusfürdőt, ez a uborkás, zöldtejás változatban. Nagyon jó az illata, ez biztos újra fogom vásárolni, főleg a nyári időszakra, nagyon jó, kellemes hűsítőérzetet fogadni, nekem ez nagyon, de tényleg nagyon bevált most.
És a gyerekek elhasználták ezt a édes álom fürdetőt a Gabitól, úgy látom, más nem is használtunk így a fürdés terén. Ez egy levendulás illattal segíti az álomban ringatni a babákat, bőrgyógyászatilag tesztelt. Nem egy drága termék, ilyen 800 forint, 850 forint körül mozog a boltokban. Mi, nekünk nagyon bejött, Eriknél is használtam már, mikor Erik ilyen kettő és fél éves volt már. Most Lacosnál is kipróbáltuk, neki se okozott semmilyen bőr problémát. Azt mondja, most gyorsabban elaludt tőlük, vagy nem, passz, nem tudom. Jó volt, szerettük, úgyhogy ha elfogy a sok fürdető, ami itt hol van, újra fogjuk vásárolni. Utolsó termék az nem más, mint a Baby Love-nak a 4-es méretű pelusa. Nem szoktam nektek pelenkákat mutogatni nagyon sokat, mert mindig a Baby Love-osat használjuk. Most is csak azért mutatom meg, mert méretet váltottunk végre, most már a 4-es méretet használjuk. Ami 8-tól 14 kilóig van, 34 darab van egy csomagban. Azért is mutattam meg most, mert ami következik most megérkezni, az egy ilyen nagy dobozban lesz, 166 darab pelenka, ha jól emlékszem, és az már nem ilyen csomagolásban lesz, hanem egy sima átlátszó fóliában, és benne egy nagy dobozban, így nem fogok tudni nektek csomagolást mutatni. Így megmutattam most, hogy már a 4-es méretet használjuk, nagyon jó pelenka, nincsenek balesetek, nem állunk át, mi nagyon szeretjük, és nektek is teljes szívvel tudom ajánlani, nekünk már a második gyerkőcnél teljesít. Árban is nagyon jó szerintem, persze vetekszik a minősége a Pampers-el, Liberóval hasonló termékekkel, szerintem még jobb. De ez az én véleményem, lehet, hogy aki Pampers szereti, az nem szereti a Liberót, aki a Liberós, az nem szereti a Pampers-t. Én úgy vagyok, hogy a Baby Love mindent visz. Főleg ezek után, hogy a lupillus pellenka milyen módhányos anyaggal lett a mi szemszögünkből. Ez az utolsó termék, mi szeretjük, nektek is tudom ajánlani. Ez lett volna az elfogytak videó, eltelik egy pár hét, ne feledjétek, és már jövök a januárival. Január 3-a van, és még üres a kis dobozom. Meglátjuk, hogy mi kerül majd bele. Addig is puszi nektek, vigyázzatok magatokra, kellemes hetet kívánunk, szép napot, vigyázzatok magatokra, puszilunk, sziasztok!